Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. 40 ponttal verte a Jász Berényt a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Győzelemmel kezdte az évet a már felsőházi A-Studio Futsal Nyíregyháza. 70. születésnapját ünnepelte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kézilabda Szövetség. Indul a fedett pályás atlétikai szezon, ismét Nyíregyházán lesz az országos bajnokság. 40 pontos győzelmet aratott a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoport 15. fordulójában a Jász Berényt verték 89-49-re. A ceglédi kupabújtyú után kissé feszülten kezdték a meccset a kék cápák, az első negyed végén mindössze egy ponttal vezetett a házigazda. A második 10 perc egészen másként alakult, összesen 8 pontot engedélyezett a Jász Berénynek a Nyíregyháza, szemben az általa szerzett 31 ponttal. Fordulás után ismét egy szoros negyed következett, a záró játékrészben aztán egyre kevesebb ellenállást tudtak kifejteni a fáradó vendégek, így végül 40 ponttal győzött Merin Mekmedovics együttese. A Jász Berény szerkezetére nekünk fekszik. Ahogy Cegli nem, Csarvásról ez a alacsony centereket, ezt a szerkezet nekünk jó, és ügyesen kihasználtunk ezt a dolog. Még mindig görcsbe játszunk, látható elején, hogy ezt a kötelező eredmény, amit kell hozni, hogy kihúzzunk magunkat ettől utolsó helytől, mindig tenne egy bíleg erre, hogy kezdünk az idegesen, nem választunk legjobb dolgok, amit kell csinálni, de végefele, hál' Isten, minden rendben lett. 40 pontos győzelem, 10 dobtak kosarat, 12 játékosból, ez azért javítja az önbizalmat. Így van, én kaptam azt a lehetőséget, hogy minden játékos ott állok. Ez nagyon jó, mert biztos ezután, hogy jól fogják dolgozni és látja a lehetőséget. De akkor is valahogy szerkezetileg nagyon sok mezőny játékosok operálni kell. És ez nem mindig könnyű. Mert a mindenki játékosok nem objektív, a szubjektív, és mindenki akar játszani, de mindig kell kitalálni ezeket, akik tudják hozni a győzelemet. Következik most majd másfél hét, amik alatt lehet készülni a Sargótarénán idegenbe. Van miért visszaállni a Sargótarénának, hiszen itt a bajnokság elején nagyon fájó vereséget szenvedtünk el. Az a csapat mennyire fekszik nekünk? Ez egy nagyon-nagyon fontos meccs, ezért ezt a 3 nap hétvégé dolgozunk, nem fogunk pihenni, és készítünk erre meccsre, mint a legfontosabb meccs lenni a bajnokságban. Mert ezért meccsre hozunk, ebbe a kategória csapat tagok bejutunk, akinek 5-6 győzelem van, és akkor utána egy bravúros győzelemet tudunk bármit csinálni. Egy negyed után egy ponttal vezetett a Nyíregyháza, a végén aztán 40 lett közte. Minek köszönhetően nyílt ki ennyire az olló? Elfáradtunk. Belehaltunk a két mérkőzés, amit játszottunk 4 nap alatt. Ennyi sérültel, meg beteggel nem bírjuk el ezt a terhelést. Megpróbáltunk ugye mind a két alkalommal nyerni, nyilván itt is úgy jöttünk, hogy nyerni akarunk, de annyit kivett belőlünk mind a lábakból, mind a fejekből, mind a szívekből, hogy ott már képtelenek voltunk nem hogy följebb váltani, hanem tartani ezt a ritmust. Ugye Jász Berényben sokáig élvonalbeli kosárlabda volt, mostani Nyíregyházzal együtt a piros csoportban szerepeltek. Milyen körülmények között, milyen célokkal? Próbáljuk túlélni ezt az évet. Minden lehetséges anyagi forrás megmozgatunk, hogy kulturáltan be tudjuk fejezni a szezont. Nem vagyunk egyszerű helyzetben, de azt gondolom, hogy a srácok minden dicséretet megérdemelnek, a minden nehézség ellenére kitartanak és képviselik a JKSM-t, illetve a JKS-et címert. Meglátjuk, hogy ez mire lehet elég, nyilván sokkal komolyabban visszavettünk itt a célokból, az elképzelésekből, és hát ezáltal a büdzséből is, mint az elmúlt években volt. Ez most egy ilyen átmeneti szakasz, én szeretném hinni, hogy egy ilyen megtisztulás van most Jász Berényben, kosárlabdán belül, és akkor még beszélhetünk majd arról, hogy a cápák is és a kürtösök is visszajutatnak oda, ahova talán lehet, hogy tartoznak. Talán ez volt az első mérkőzése a szezonban, amelyet mondjuk a második fél idő közepétől nyugodtan nézhetek a szurkolók, és szerintem a kispadon ülők is. Minek köszönhet ez a 40 pontos, nagyon magabiztos győzelem szerinted? Én azért a rossz tapasztalatok alapján még a második fél idő közepén is voltam annyira nyugodt, de tény, hogy ez azt hiszem a második negyed közepén elején ott robbantottunk, ilyet volt a nagyon jó sorozatunk, és onnantól magabiztos volt az egész meccs.
sajnálom, hogy eddig kellett várni, viszont az örömteli, hogy most Zsinórba a második győzelmünket arattuk a bajnokságban, és ha jól tudom, el is mozdultunk a kieső helyekről, és egyre jobban jövünk fel a rájátszás térő helyekhez, mert nagyon sűrű az egész mezőny. Annak volt köszönhető egyébként, hogy védekezésben elkezdtünk kicsit agresszívabbak lenni, akár egész pályán, akár jól megtaláltuk azokat a besegítéseket félpályán, amik szükségesek voltak, és emiatt abból sok könnyű kosarat tudtunk szerezni, amivel tudtunk lépni. A 12 játékosból 10 szerzett kosarat, és az amerikai légiós Ervin is kezdi megmutatni, hogy miért szerződtettétek. Mennyi idő kell még ahhoz, hogy még jobban összejön a játék? Remélem egy hét, ugyanis a következő meccsünk az megint nagyon kritikus. Salgótarjánhoz látogatunk majd idegenbe, akiket úgy gondolom, hogy képesek vagyunk legyőzni. Az egy nagyon csúnya vereség volt hazai pályán még a szezon elején, azt mindenképpen szeretnénk felettetni, és jó is most igazából, hogy egy másfél hetünk van készülni. Egyre jobb formában van egyébként, mint fizikálisan, a játékot is jobban érzi. Most úgy valami, azt érzem, hogy elindult a csapatba, és bízom benne, hogy ezt folytatni tudjuk. A forduló további eredményei a következők: BKG Prima Akadémia Újbuda MAFC 85-86, Deac U23 Pécsi VSK 62-95, TF Budapest Salgótarján 83-80, Cegléd Óbudai Kaszások 107-82, Budafok Fót 96-85 és MEAPC Vasas Akadémia 73-102. A tabella élén a Pécs áll 14 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Vasas Akadémiát. A 4 győzelemmel és 11 vereséggel 13. Nyíregyháza szombaton a sereghajtó Salgótarjánhoz látogat. A Maglód elleni 5-1-es győzelemmel folytatta bajnoki szereplését az A-Studio Fusszál Nyíregyháza. Lovas Norbert vezetőedzővel még a tavaszi folytatás előtt beszélgettünk. Úgy gondolom, hogy rendkívül jó fél évet zártunk. Mondom azt, annak ellenére volt egy kisebb-nagyobb hullámvölgyünk, de sikerült a célunkat teljesíteni, hiszen a felsőházba fog játszani a csapat februártól, már akkor kezdődik, és ez volt a kitűzött célunk, ezt teljesítettük. Nagyon nagy meglepetéseket is okoztunk szerintem eddig, és nagyon bízom benne, hogy a folytatásban is fogunk majd meglepetéseket okozni. Minek köszönhető ez a talán azt lehet mondani, hogy várakozáson egy picit felüli szereplés? Rengeteget dolgoznak, melóznak a srácok, és rendkívül jó edzésmunka is folyik. Versenyhelyzet volt csapaton belül a pozíciókért, illetve azt láttam, hogy kezdünk csapattá érni, és ez nagyon fontos a kis sportágunkban, mert aki csapatként tud funkcionálni, az a bajnokot is le tudja győzni, és erre ékes bizonyítéka vagyunk mi, mert tényleg a haladást csak mi tudtuk eddig megverni, és ez nagyon nagy dolog a klub történetében, illetve személy szerint nekem is, illetve a játékosoknak is, és ez egy nagyon nagy lökést adott, de összességében így látom, hogy minden a helyén van, mindenki tudja, mi a dolga, és a játékosok pedig versenyhelyzetben vannak, és ezért jó edzésmunka van. Az alapszakaszon még néhány mérkőzés hátra van, lehet azt mondani, hogy ezek a meccsek már felkészülés jelentik a felsőházi rájátszásra? Lehetne ezt mondani, igen, de azért a vezetés tudtunkra adta, hogy ebből a 4 meccsből minél többet próbáljunk megnyerni, és úgy felkészülni a felsőházra. Lesz majd egy kéthetes válogatott szünet, ami után majd folytatódik a bajnokságunk, és hát bízom benne, hogy azt a formát, amiben abba hagytuk, tudjuk folytatni majd most januárban is. Ha felsőházban elkezdődnek a mérkőzések, ugye 6 csapat van, csak 3-at kell megelőzni egy éremért. Picit magas előtettétek a mércét a szezon elejéhez képest? Nem, ez nem így van, tehát leültünk és megbeszéltük, nincs nyomás a srácokon, hiszen nem teszünk még rájuk ekkora terhet, hogy éremért, mert ott még nem tartunk, mindenki helyén kezeli ezt a sikert, és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Nagyon bízom benne azért, hogy tudunk meccseket nyerni, hiszen a tényleg a legjobb 6 ellen játszunk, és mindenki ugyanolyan motivált lesz, mint eddig. A bajnokság mellett ott a Magyar Kupa is, ott mi a cél? Magyar Kupába bejutottunk a legjobb 16-ba, próbálunk ott is minél előrébb végezni, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Ott Fortuna is azért, hogyha kegyes, akkor van könnyebbek, hogyha nem kegyes, akkor már a következő körben megkaphatjuk a bajnokot, vagy az tavalyi ezüstérmest. Bízom benne, hogy ezért kegyes lesz hozzánk, és akkor be tudunk jutni véletlenül a Final Four-ba. Nagyon jól szerepelt a csapat össze, nagyon előkelő pozícióban zártátok az elmúlt évet. Te a pályán belülről hogy láttad, minek köszönhető ez az eredményesség?
Az elején nagyon nehéz volt, mert sok új játékos érkezett, aztán, hogy egyre jobban az edzéseken is gyakoroltunk dolgokat, egyre jobban összeállt a csapat, összeszoktunk, aztán így szerintem ennek köszönhető. Jó néhány olyan eredményt is elértetek, ami talán meglepetés volt. Milyen volt élcsapatokat, vagy élcsapatnak számító együtteseket legyőzni? A haladás az nagyon nagy élmény volt, úgymond az nagyon jól sikerült az a napunk. Minden összejött, szerencsénk is volt. Mi vagyunk így az egyedüliek, akik megverték őket a bajnokságba. Te nagy pályáról váltottál a futszára. Lehet azt mondani, hogy két különböző sportág, ez annak ellenére, hogy mind a kettőt labdával és lábbal játsszák? Igen, teljesen különböző és eléggé szokatlan, mert mi így a passzok is, vagy nagy pályán sokat voltam így játékban, de így kis pályán meg csak hogy egyszer lehet úgymond hazaadni, azt ott kevesebbet vagyok így játékban lábbal, meg nagyon gyors a játék, sokkal jobban oda kell figyelni, mint nagy pályán. Evés közben megjött az étel, gondolom beszélgetetek már arról, hogy mivel lennétek elégedettek a bajnokság végén, most már biztos a felsőház. Igen, szerencsére ez összejött, sokat küzdöttünk érte, de még vannak célok, igen, amiket így szeretnénk, hogy minden jobb helyen végezzünk a felsőházban. 70. születésnapját ünnepelte az elmúlt év végén a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei kézilabda szövetség. Az ünnepi rendezvényen bemutatták az elmúlt 7 évtized történéseit bemutató kiadványt, valamint elismeréseket vertek át a sportágban dolgozók. Egy nagyon megható pillanat a mai nap a Vármegyei Szövetség életében, mert erészt egy nagyon kerek szám, sok-sok évtized, ami mögöttünk áll, és én nagyon elgondolkodtam azon, mert nekem ez 20 év az életemből, és 30 éves barátságok vannak majd, vagy lesznek itt a teremben, és nehéz lesz majd az arcukba belenézni, mert megható és a pillanat. Nagyon sokat fejlődtünk, és mindenkinek a nagyon komoly része volt abban, hogy idáig el tudtunk jutni. Nem akarom sorolni az elnököket, mert akárhány évig volt egy elnök itt ebbe a pozícióban, mind-mind hozzá tudott tenni ahhoz, hogy a Vármegyei Szövetség ilyen stabilan, ilyen jó kézilabdás régió tudjon válni az országban. Mennyire lefedett a sportág szempontjából a Vármegye? A sportág szempontjából mindig van fejlődési lehetőségünk, de a harmadik legnagyobb utánpótlás bázissal rendelkezünk, és azt gondolom, hogy most itt az advent időszakában ez egy nagyon reménykeltő. Nagyon sok olyan utánpótlás edző dolgozik azon, hogy sok fiatal tudjon hozzákötni a sportághoz, és én külön köszönöm egyébként azoknak az elődeinknek is, akik bár biztos, hogy kaptak lehetőséget arra, hogy máshol folytassák az országban a kézilabdázást, de mégis ezt a Vármegyét választották, és itt adták át a kézilabda szeretetét a fiataloknak. Ha csak a 2023-as esztendőt tekintjük, milyen évre nézhettek vissza, sikerült-e mindent teljesíteni, amit elterveztetek? Nyugodt szívvel jelentem, hogy igen. Nagyon olyan programok indultak az elmúlt években, amelyek nagyon népszerűek voltak, és a Magyar Kézilabda Szövetség részéről is elismerést kaptak. A Junior programot tudom említeni, a Ham Beach programot, amivel be tudtunk csatlakozni a strandkézilabdába. A játékvezető utánpótlás programunk az országos programmá nőttek ki magát, és ma már az országos szinten is a utánpótlás játékvezetőket az NB1-be a mi programunkon keresztül, vagy a mi programunkból továbbfejlesztett változattal képzik, és ezen kívül sikerült bekapcsolódnunk a parasportban, területi edzőképzést tudtunk szervezni a Vármegyében, tehát azt gondolom, hogy ez azért tényleg sikeres volt. Ezek szerint előre tekintünk, akkor csak azt kell mondani, hogy folytatódjon minden ugyanígy tovább, vagy vannak még új tervek is. Bevált programok is tényleg valóban szeretnénk, ezeknek már megvan ugye a naptárban, a versenynaptárban a méltó helyük, amit jövőre szeretnénk most megszervezni, ami plusz, mert ugye rengeteg olyan programunk van, ami állandó, a Junior Kupa lesz augusztusban, ami újra már több alkalommal megszerveztük, de újra szeretnénk nemzetközivé tenni, és most szeretnénk, hogyha Nyíregyháza lenne a helyszíne. A Vármegyei Közgyűlés alelnökeként tisztelte meg jelenlétével a Vármegyei Kézilabda Szövetség 70 éve születésnapi rendezvényét. Miért tartotta fontosnak a személyes jelenlétet? A sportról beszélünk, és hogyha a kézilabdáról, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében a kézilabda, mint sportág, nagyon komoly eredményeket ért el, és mi erre nagyon büszkék vagyunk. És hát olyan sportolók születtek itt a megyébe, és indultak el innen világhódító karrierjükre, mint akár Iván Csikék, vagy akár mondjuk Harsányi Gergő, Tarnavölgyi Gergely, vagy Kulcsár Anita. Tehát ők azt hiszem, hogy olyan ikonikus és emblematikus figurái a sportágnak, akikre mindenképpen büszkék lehetünk. És hát ugye itt ez a szakmai bázist is fémjelzi, hogy itt valóban olyan szakmai munka folyt, akár az iskolákban, akár a kézilabda szövetség,
ügybe, amely megteremtette az alapot arra, hogy itt valóban meglegyen az a háttér, amellyel nyugodtan lehet a sportban előrelépni, és hát valóban jöttek is az eredmények, és ezek az eredmények akár utánpótlásba, hogyha mondjuk a diáksportra gondolunk, vagy akár természetesen a felnőtt bajnokságokba, ezek mind-mind igazolták, hogy itt valóban itt nagyon komoly és eredményes szakmai munka folyik, és hát nekünk ezt a vármegye részéről természetesen el kell ismerni. És a sportot szerető emberként, és azért némileg én is kötődtem itt a kézilabdához és a szövetséghez, mindenképpen megtiszteltetésnek éreztem, hogy meghívást kaptam, és örömmel jöttem el erre a jubileumi estére. Te vagy a szerzője, szerkesztője a megyei, most már vármegyei kézilabda szövetség 70. születésnapjára készült kiadványnak. Mekkora kihívás volt ezt a 70 évet papírra vetni? Komoly kihívás, és szerintem azért nem is sikerült abban az értelemben, hogy 70 év történetét nagyon nehéz összefoglalni, főleg annak fényében, hogy az elmúlt 20-30 évről vannak nekünk azért fontos és pontos információink. Egy részét saját magam, saját kútfőből, saját gyűjtésből szedtem össze, de sokat segítettek a vármegyei egyesületeknek az elnökei, korábbi vezetői, akik a klub egyesület történetét megosztották velem. Most, hogy készítetted ezt a kiadványt, mi a tapasztalatod, mennyire nagy, mennyire széles, mennyire gazdag a vármegyei kézilabda család? A szerkesztés, az írás alatt jöttem rá, hogy mennyi értékes ember dolgozott, illetve dolgozik a vármegyei kézilabdáért. Ugye sajnos sokan már nincsenek köztünk, néhány napja ment el közülünk Veres Laci bácsi, aki itt közel 40 éven keresztül volt motorja a szövetségnek. Ennek a 70 évnek, legalábbis egy részének te is tevékeny, aktív részese vagy. Most milyen a kötődésed a sportághoz? Én utánpótlás edzőként dolgozom már több mint 10 esztendeje a sportágban, illetve a szövetség munkáját én is egy másfél éve segítem, és játékvezetőként meg versenybíróként is tevékenykedem. Játékosként eljutott el az NB1-ig, a válogatottságig, egy szülőnek kellene tanácsot adni, hogy miért válasz a gyereke számára a kézilabdát, mit mondanál? Elég hosszasan lehetne sorolni az érveket, tudnám is. Én alapvetően mindig a csapat szellemet, én egy csapatjátékosnak tartottam magamat is, én mindig ezt emelem ki a szülőnek, hogy ha a kézilabdát választja egy gyerek, akkor egy nagyon jó közösségbe kerül, nagyon sok mindent megtanul, amit esetleg, ha nem lesz belőle profi játékos, akkor is tanulhat és profitálhat belőle. Itt a csapategységre gondolok, az akaraterőre, az együttműködésre, akár a később a munkahelyen egy döntésre, vagy egy olyan dologra, ami segítheti őt a civil életben is, nem csak a sportban. A szövetség 70 éves születésnapján 30 éves játékvezetői pályafutás elismeréseként kaptál egy díjat. A mai trend szerint későn kezdtél a 37 évesen játékot vezetni. Mennyire gyorsan röppent ez a 30 év? Én Isten igazából Debrecenben ismerkedtem meg a kézilabdával. Aztán hazakerültem a szülőfalumba Geszeredre, játszottam egy meccset beállóként, és én akkor azt mondtam, hogy itt nincs tovább. Tehát ez egy csodavilág. Majd 80-ban költöztünk Balkányba, a nejem akkor már kézilabdázott, és akkor alapítottunk ott egy csapatot, 89-ig védtem. Az akkori játékvezető kollégák folyamatosan felhívták a figyelmet arra, hogy gyere közénk. Ehhez képest én 89-től 93-ig, minek hívják ezt? Futballoztam, tehát kispályás futballoztam, majd már akkor levizsgáztam. Én úgy gondoltam, hogy megyében el lehet vezetni, el lehet vezetgetni. Az akkori kollégámmal, Ungvári Sanyival 96-ban, tehát gyakorlatilag a 3 év vizsga után főkerültünk az úgynevezett A-keretbe. Akkor volt egy váltás Nagy Lacival, és onnantól kezdve 12-13 évig együtt vezettünk. Főkerültünk az első osztályba, ami élményként legtöbbet jelentett, vagy jelenthetett, az a Magyar Kupa elődöntője volt,
az egyik, a másik pedig az, hogy 19-ben a senior bajnokság országos döntőjén vezethettünk meccset Tökölön, illetve Móron. Egy végtelenül szép élmény. Én mindenkinek kívánom ezt. Fiatal kollégáknak az, hogy elmegy egy mérkőzésre, például Miskolc, és 2000 nézővel itt mész be a játéktérre, és akkor borzózik a hátad. Tehát ettől szebbet, jobbat nem lehet elkívánni egyetlen fiatal játékvezetőnek sem. Szép volt, jó volt, tündéri volt, Debrecen volt az első M1-es meccs, Debrecen volt az utolsó M1-es meccs. Indul a fedett pályás atlétikai szezon. A szezonnyitó nyíregyházi versenyre, amelyet szombaton rendezzek meg, rekordlétszámú nevezés érkezett mind Magyarországról, mind külföldről. Mivel felkerült a nemzetközi versenynaptárba ez a verseny, így külföldről is nagyon sok érdeklődő van, és hát nem csak külföldről, természetesen a magyar atlétikai érvonal is itt lesz, hiszen ez egy felkészülési verseny, készülve az országos bajnokságra, készülve a fedett pályás világbajnokságra, esetleg a szabadtéri versenyekre, és hát azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon sokan neveztek a határidőig, 573 rajt lesz, és csak néhány számot mondok, 60 méteren férfiaknál 87-en indulnak, a nőknél 70 körüli induló szám van. De minden számban, amit mi meghirdettünk, nagyon sok magyar és külföldi versenyző jelentkezett, és remélhetőleg el is fog indulni. A teljesség igénye nélkül külföldről honnan érkeznek atléták? Külföldről, Görögországból, Horvátországból, Szlovákiából, Szlovéniából, Romániából és Bosznia-Hercegovinából, valamint ehhez kapcsolódóan a magyar élvonallal óriási versenyeket fognak vinni az egyes versenyszámokban a versenyzőink. A magyar klubok milyen létszámban képviseltetik magukat? A magyar egyesületek 31 egyesület nevezett, és hát ha az 573-ból levesszük azt a 180 körüli külföldi rajtot, akkor a többi az a magyar versenyzők rajtja, tehát elég sokan leszünk itt, nem csak nyíregyháziak, akik egyébként 60 versenyszámban indulnak, hanem az ország minden részéről jönnek versenyzők. Mi az elvárás a nyíregyházi atlétákkal szemben, és kik indulnak azok közül, akik mondjuk tavaly az atlétikai világbajnokságon is képviselték a nyíregyházi sportcentrumot? Tulajdonképpen a nyíregyházi élvonal, a felnőtt élvonalból Bakosi Péter kivételével mindenki indul. Peti most Németországban egy minősített versenyen versenyez majd vasárnap, tehát ő nem lesz itt magasugrásban, de a súlylökőink itt lesznek, a futóink, a rövid távfutóink itt lesznek, a középhosszú távfutók itt lesznek, és természetesen az ugrók is. Tehát azt mondom, hogy mindenki indul, és nem csak a felnőttek, hanem a fiatalabb korosztályból is a legtehetségesebbek, akik már a magyar bajnokságra készülnek, az első versenyen itt megmérettetik magukat. Szombatról van szó, mikor rajtol az első versenyszám, és mikor fejeződik be a verseny? Szombat, várjuk a nézőket szeretettel, hiszen tényleg jó versenyek lesznek. 12 órakor kezdődik az első versenyszám, és 6 óra után fog befejeződni a 3000 méterrel az utolsó futószám. Ha már 3000 méterről van szó, egy új igazolásra is büszkélkedhet a sportcentrum. Ki jön és mi az elvárás vele szemben? Így van, Budapestről igazoltuk Veres Márkot, aki 1500-3000 méteren fog indulni majd a magyar bajnokságon. Most az első versenyen 3000 méter lesz. Terveink szerint szeretném, ha valamelyik magyar csúcsot megdönteni. Bízunk benne, hogy ez még nem most lesz, de a szabadtéri idényben már ott lehet, és hát ha a magyar csúcsot dönti, akkor az országos bajnokságokon is ott kell lennie az első, második, vagy akár a harmadik helyen. Tekintsünk egy picit távolabbra a hétvégétől, hiszen ez a verseny az első a versenyek sorában, mivel gyakorlatilag minden hétvégére esik majd egy fedett pályás atlétikai viadal az atlétikai centrumban. Így van, tehát ez az első, jövő héten szombaton lesz a második, ahol már az eddigi versenyszámokon kívül gátfutószámok is lesznek.
Azt követi az Atlétika Centrumban a szlovák kassai régiónak a bajnoksága, ami már tavaly meg tavaly előtt is itt volt, és utána pedig február 17-18-án a felnőtt magyar bajnokság, az azt követő hétvégén szombaton vasárnap pedig az IFI junior magyar bajnokság lesz itt. Tehát tulajdonképpen egy versenysorozatot indítunk el ezen a hétvégén. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!